Én hülye, azt hittem, hogy ha azt mondom, hogy valaki valaminek a fannya, az feltételez valamiféle ízlésbeli eltökéltséget, valamiféle benfentes tudást a témával kapcsolatban. Persze, hogy rosszul tudtam, hisz 2 perc játék után is mondhatja valaki azt magára, hogy akkor ő most ennek a fannya. Csak mert azonosulni tud a képernyőn látott karakterek egyikével akár 3 másodpercre. Sőt, 3 percen belül veterán is lehet, ha felmegy a YouTube-ra, és megnéz pár videót valamiről, amihez valószínűleg valójában sosem volt semmi köze, nincs valós élménye, és valószínűleg nem is érti a látottakat. Mindössze csak részese akar lenni valaminek ebben a túlzsúfolt, ám de számára mégis magányos világban. Ez csak azért lehet probléma, mert a dolgok kisírásának korát éljük. Mármint nem kisbetűvel kell írni a dolgok nevét, hanem ki kell sírni, tehát ki kell nyavajogni. Értsd ezt úgy, ha valami nem úgy történik, hogy a játékosok akarják, elkezdenek követelőzni, és mivel az emberek túlnyomó többsége gyökér, és rossz ízlésű, így nem kérdés a minőség fejlődésének iránya. És hogyha ez találkozik, a pénzért mindenre hajlandóak vagyunk céges attitűddel, akkor ugye ezek az igények ki is lesznek szolgálva. Tehát hozzá nem értő emberek szája íze fogja formálni azt, ami lehet, hogy egykoron neked sokat jelentett. De szerintem még nagyobb probléma az, amikor mindent populárissá akarnak tenni. Főleg egy olyan réteg zsánert, mint például a horror. De érted? Mindenkit ki akarnak szolgálni. Még a 30 IQ-s Hallway Crawler szimulátor harcosokat is, a looter shootereken szocializálódott gyűjtési mániával sújtottakat, emellett próbálnak hatni még a széria veteránjaira is, ez inkább abban merül már ki, hogy hogyan lehet még jobban megtéveszteni őket. És amikor a 12 éves Pistike és a nagymamája is ugyanazzal a horrorjátékkal tudnak játszani, akkor fogják az alsópolcos, poros, papkonzerven érlelt, péntekesti horrorfilmes kliséket, és nyakon öntik a picsába vele az egészet. Hát, és igen, itt kezdem magam én is hibásnak érezni. Én is vastagon benne vagyok, ugyanis pénzt adtam ezért. És így kivettem a részem valamiből, amiből talán sosem akartam volna. Sajnálom, de be kell valljam, amire rá van írva, hogy Resident Evil, az engem mindig is érdekelt. Hát egészen mostanáig. Nem fogok Wikipédia perceket tartani a Resident Evil részekről, hisz ezt már rengetegen megtették. Ha érdekel valakit, a leírásban linkelek egy magyar youtubert, aki nagyon szépen összefoglalta mindazt, amit érdemes tudni a Resident Evil-el kapcsolatban. Na azt azért elmondhatom, hogy a teszteket, a bemutatókat, a különböző véleményeket elég jól nyomon követtem az idők során, és ki kell jelentsem, hogy mára a számomra oly nosztalgikus és szórakoztató horrorjáték széria kimondott fannyai a legnagyobb gyökerek kiavanzsáltak. A Capcom a Resident Evil 8 Village-el egy körülbelül 3 centi mélységű biztonsági játékot mutatott be. Hát hogy ezt körülbelül hogy kéne elképzelni? Ha például észreveszed, hogy annyi horror atmoszféra van benne, mint egy 2 hét távollét után üresen hagyott zoknis fiókban. Hát akkor kérlek, kapásból mindenki csápolva fog mutogatni, hogy ott a babás rész nagyon para volt. Ami egyébként szerintem egy baromira ízléstelen és gyáva megoldás volt a készítők részéről. Fogtak egy indie horror hallway crawler szekvenciát, hogy kerülgesd az egyetlen ellenfelet, aki viszont együttésből meg tud ölni. Ennek a misztikus bugyutaságnak semmi köze a Resident Evilhöz, és nekem nem fogják tudni beadni, hogy valami növénytől hallucinálsz ilyen dolgokat. Vagy hát ugye észrevennéd az elkerülhetetlent, hogy amivel játszol, az nem egy Resident Evil játék. Biztos lehetsz benne, hogy jön valami Jani, aki ott elkezd neked csápolni, hogy ott van ám 3 helyen az Umbrella logó, ott van a Chris Redfield. Ja tényleg, ott van a Chris Redfield is. Ja, meg hát ugye van egy referencia is, egy nagyon nagy utánmagyarázás Oswald Spencerrel kapcsolatban, irtózatosan ecseri piacos megoldás. Vagy esetleg észrevennél a rengeteg plot holt a történetben, és nem érted, hogy miért élünk túl mindent ezzel az teljesen íztelen, teljesen egydimenziós Ethannal. A hülyeségek felét persze megpróbálják neked majd játék közben megmagyarázni papírcetliken, és persze előkerül a jó öreg, egész végig halott voltál, és ezért regenerálódik a tested fasság is. Nem minthogyha ez megmagyarázná, hogy a kabátod ujja miért varródik vissza magától, te kis túrórudi. Hát és amikor leesik a mentális vajas zsömle a hereszőrös járólapra, és rájössz arra,
hogy a boltozást és a hülye itemgyűjtögetést leszámítva konkrétan az égvilágon semmi köze a Resident Evil 4-hez, ilyenkor teljesen jogosan ráncolhatod a szemöldöködet, barátom, mert át lettél baszva. Valójában egy jó pár aszott vámpírcsöcsöt kerülgetsz majd a játék során, illetve teljesen indiferens helyeken kristályokat fogsz farmolgatni, és ilyen Bloodborne szörnyeket lövöldözöl. És akkor már hagyj nyomjak egy kis PC Master részt, az hozzátartozik az igazsághoz, hogy én régebben erősen konzolos voltam, fogtad a lemezt, beraktad, elindult és ment a játék. Pontosan úgy láttad és olyannak, amilyennek a készítők megálmodták azt. Jelenleg konzolon a PS5 controller feature-eit leszámítva szerintem előbb szúrnám magam herén egy ecetes kötőtűvel, mint hogy konzolon koptassam a mára már kevésbé barázdált agyam felszínét. A teljes igényével azért meg kell azt említenem, hogy a játék szép, hogyha megfelelő szögből nézzük. Viszont bizonyos bogaras swarm részeknél, illetve egy adott főellenségnél, amikor savesőt csinál, olyan FPS droppokat produkál a játék, hogy égnek át tőlük a hajam. Mindezek mellett, aki azt meri nekem mondani, hogy ez egy next gen játék, azt helyben pofán baszom. Sem a textúrák mérete, sem pedig a helyszínek kidolgozása igazából nem indokolja ezt a fajta triggerelést. Elég volt, srácok, ne hazudjuk a középszerűt kiválónak. És hogyha valaki erre asztal csapdostva, sírva reagálja azt, hogy már pedig ez akkor is gyönyörű szép, hát akkor attól megkérdezném, hogy akkor, hogyha ez gyönyörű szép, akkor a The Last of Us 2 az mi a faszom? Mindjárt gondoltam. A játék lineáris. Én mondjuk is képes vagyok néha több kört futni a keleténél, de ezt annak lehet betudni, hogy nem hiszem el sokszor, hogy csak ennyit kell csinálni. Egyik szobából át kell vinni az itemet, amit 10 másodpercet szedtem föl, a másik szobába. A játéktér, hát az kiépítésében egyhangú, egy formulára épül minden. Ez a gyakorlatban így néz ki. Felfedezted az új helyet, és egy elágazáshoz érsz. Kapásból találsz egy ajtót, ami a másik oldalról van zárva. Tovább haladsz az egyetlen lehetséges irányban, és felszedsz egy olyan hintet, ahol le van írva, milyen itemet és hol kell használni. Tovább mész, felszeded ezt a tárgyat, a már előbb említett másik oldalról bezárt ajtót kinyitod, és kész. Ebből áll az egész játék. Felmerült benned a kérdés, hogy mi történt a híres Resident Evil puzzle-ökkel? Azért azt tudni, hogy a Resident Evil-ökben nem voltak soha nehéz fejtörők, olyan igazán nehezek, mint például egy Silent Hill-ben. De itt a Resident Evil Village-ben sikerült rakni olyan fejtörőt, ami minden elvárásomat alulmúlta. Nem is akarok erről tovább beszélni, mert csak felhúzom magam. Egy igazi Resident Evil játékban rendszeresen előfordult, hogy már a játék elején felszedtél egy tárgyat, és azt lehet, hogy a játék közepén vagy akár végén kellett használnod. Ezekben a játékokban véges helyel számolhattál, így azzal kellett trükköznöd, hogy ki kellett raknod bizonyos tárgyakat, töltényeket, esetleg fegyvereket is a továbbjutás érdekében. Döntéseket kellett hoznod folyamatosan, hogy mikor melyik folyosót használd, mikor vagy kisebb veszélyben. Lelövöd az ellenfelet, vagy megpróbálsz elfutni. Menekülnöd kell, mert véges számú töltényed van, nem vagy ellátva kommandó meg Rambó film mennyiségű lőszerrel az egész játék során. Alapellenfelek nem dobnak lőszert. Nem egy akciójáték volt, hanem túlélő horror. Na most nekem nehogy elkezdje valaki mondani, hogy igen, a Resident 4 is akciójáték volt, hát mennyi lőszert előttél ott? Igen, de mellette az egyik legkeményebb túlélő horror játék, ami valaha készült. A Resident Evil Village-et nem érdemes a régi, originál Resident Evil-ökkel összehasonlítani. Márpedig valamihez mérni szeretném, csak hogy az ember lássa, hogy pontosan hol is tartunk. Habár én egyáltalán nem rajongok a Resident Evil 7-ért, nekem nem jött be ez a minden régi híres horrorfilmet próbáljunk meg egybe gyúrni, és akkor a louisianai mocsarakba építsük fel újra a texasi láncfűrészes témát. Na, engem ez valahogy nem fogott meg. De az minden esetre elvitathatatlan, hogy egy horror atmoszféra lengte be az egész játékot, egy olyan horror élményt adott, amitől bizonyos emberek petíciókat kezdtek írni, kérvényeket a Capcom felé, hogy egy horror játék, most figyelj, ne legyen annyira ijesztő, mert nem tudnak vele játszani. A kis írás kora, ugye? Tehát a Resident Evil 7 a horror részét visszaadta a dolgoknak. Habár kisebb helyet lehetett bejárni, és jóval minimálisabb volt a harc, ebben viszont a Resident Evil 8 Village jobban teljesít, mint a 7. Attól függ, kinek mi a fontos. Egy horror játékkal azért ülsz lejátszani, hogy lövöldözzél, vagy azért ülsz vele játszani, hogy egy kicsit féljél. A 7 főleg VR-ban adta vissza a rettegés élményét, a 8-hoz nem készült még VR port, vagy VR-os verzió.
Hát az van, hogy a Resident Evil Village az csak is akkor állja meg a helyét akcióban, hogyha a héttel hasonlítjuk össze. Hogyha a négyet is belekeverjük, akkor már bukta az egészet. A hétben igazából a mold creature-ök voltak, az egyfajta ellenfélnek számít, sajnálom. A Resident Evil 8-ban már legalább van négy fajta ellenfél, és úgy variálják őket, hogy valamelyikre páncélt adnak. Hoppá! Nem akarom mondani, hogy a Resident Evil 4-ben hány fajta ellenfél volt, azok mit tudtak csinálni, hány fajta boss volt abban, milyen színes játékmenetet mutatott be méterről méterre a játék. Egyszerűen nem volt abban a játékban üres járat. És nem egy másfél óra alatt könnyedén végigjátszható játékról beszélünk, hanem egy bő 10 órás darálásról, ami még félelmetes és horrorisztikus is lett. Én szerintem a first person, a belső nézetes perspektíva nem áll jól a Resident játékoknak. Sokkal jobban lehet történetet, hangulatot átadni azzal, ha előre beállított kameraállásokból játszik a játékos. Már meg ugyan, kinek lesz kihívás az FPS? Standard módon konkrétan unalmas volt a játék. Emlékszem, egy barátom átjött, megnéztük, milyen a játék, és felfüggesztettük a vele való játékot, mert semmiféle kihívást nem mutatott. Aki casual vagy esetleg kompetitív szinten játszott bármilyen lövöldével, annak ez a játék egy eléggé középszerű lövöldözős játék. Meg lehet nézni a Resident Evil 4-ben, hogyha már mindenképpen az akarják mérni a játékot, milyen főellenségek voltak és milyen minőségűek. Most fel fogom sorolni az összes főellenséget a Resident Evil 8-ból. Hála Isten a PC játékok modolóinak, amikor elkezdték mutogatni, hogy 40 éves szűz hentai fetisiszta gyökérként is lehet szarabbnál szarabb ruhákat csinálni egy játékba. Ezt észrevette a Capcom, és látta, hogy erre van kereslet, ami egyébként elég szomorú, és dobott nekik egy csontot. Tessék, így lett Lady Di. Zseniális, hogy egy pár aszott vámpírcsöcsért becsicskult az egész játékos közösség. Ez a karakter egy mém lett. Azt a szerepet akarták vele betölteni, amit Nemesis, illetve Tyrant tudott hozni az előző részekben. Egy a probléma, hogy valamit, ha jól látom, szerintem nem vettek észre a játék készítők itt a főcímnél. Mégpedig bazd meg azt, hogy Resident Evil a címe a játéknak, és nem 3D Sex Villa. Ez a szörny, ez a karakter nem jó semmire. Kerülget, levágja a kezünket, jön, 1500 éves dumákat nyom, nem félelmetes. Nem volt bennem az, hogy úristen, hogy tudom kikerülni. Jött velem szembe két csöcs. Ilyen minibossként jön persze a három lánya is, ami Ctrl-C, Ctrl-V. Más nem is vagyok hajlandó mondani erről. Még annyi hozzátartozik, hogy Lady Dimitrescu utolsó formája egy ilyen felsőtest nő, alsótest sárkányszerűség, ami teljes mértékben ilyen Bloodborne-szerű szörnyet csinál. Azért azt látom, hogy a Capcom elirigyelte a DS játékok és a Bloodborne nagy sikerét, de remélem ezt az ilyen koppintós, faszopós műsort abba hagyják, amilyen gyorsan csak lehet. Második boss, Donna Benevento, egy bábjátékos csaj, vagy hát inkább a bábja, az ellenség. Nem mondom, hogy ez fő ellenségharc, mert akkor életem összes videójátékában szereplő fő ellenségharcot degradálnám nullára. Egy hide and seek-et kell játszani egy repülő játékbabával. Oké, lapozzunk. A harmadik boss, Salvatore Moro, amiről nekem kicsit Moro szigete jutott eszembe. Hasonlóan groteszk, undorító lénnyel van dolgunk. Az átváltozott formája igazából egy ilyen H.P. Lovecraftos sellő megformálása. Ha rá kéne mutatnom a leggyengébb szekcióra a játékba, akkor ez lenne az. Igazából különféle, a főellenséghez tartozó ellenfél típus nincs is. Ebbe az egész szekcióba csak és kizárólag a fő ellenséggel kell harcolnod, ami viszont egy ilyen tölténypinyáta. Van egy bőhöm nagy darab állat, Urias nevezetű, vagy Jurias, jön kalapáccsal kétszer is a játék során. Meglepő, ez egy ilyen mellékfő boss, de talán ő volt a legrezidentesebb. De így egydimenziós ő is. Csinál egy pár kombót és tartó oszlopokkal dobál. És akkor, hogyha jól tudom, itt van Karl Heisenberg, na most ez egy elég érdekes dolog. Itt számomra teljes mértékben betetőzött az ezt nem gondoljátok komolyan bazd meg érzés. Megvan az X-Menből a Magneto? Na, jön egy körülbelül csövesnek öltözött bohóc, aki úgy néz ki, mint Van Helsing, és tényleg egy hajléktalan kukatúró tagnak a szerelem gyereke, és irányítja a fémeket, mert ő ezt a képességet kapta. És az megvan, hogy a Resident Evil 1-ben mennyire gáz volt a szinkron. Szélre rögtük magunkat rajta, nagyon erőtlen volt mindegyik párbeszéd. Azt kell mondjam, hogy számomra minden egyes párbeszéd, ahol ezzel a Heisenberggel pofázunk,
körülbelül alulmúlja azt a régi Resident Evil 1-es szinkron. Ez az erőtlen hangú szinkron színész, nem néztem meg, hogy kicsoda, de úgy beszél, mintha minden egyes mondatában bele akarna halni, egy ilyen hatodrangú szinkron előadáson van, és mindenképpen kell neki a munka, mert annyira rájátszik, hogy már szinte egy ilyen színpadias undorítóskodásba megy el az egész. És ez vegyítve van egy olyan hangorgánummal, mint hogyha egy Újpest Fradi meccsen kikiabálnád a tüdődet, és másnap ugye énekelni akarnál valamilyen áriát. Azt hiszed, sokszor mondtam erről a fő ellenségről, mi? Hát haver, és még neki se álltunk harcolni. Ez figyeld, bazd meg. Jön Krisz, mindegy, nem is mondom el. Beszálltok egy Metal Slugba, és egy mecha harcot kell vívnod. Igazából nincs rá szó. A történelem legszarabb Resident Evil fő ellenség harca? Igen. Szarul éreztem magam közben, amikor játszottam? Igen. Emiatt bántam meg, hogy megvettem a játékot? Nem. De komolyan mondom, azért a Resident Evil szériában mindig voltak érdekességek, nem a történet miatt szerettük. Mondhatni egy kínai szerencsesütire ráfért volna a lényege. De ez a harc, és ebbe a játékba az egész történet egyszerűen annyira béna, nem tudok rá jobb szót mondani, béna, amikor valaki csinál egy nagyon szar filmet, de azzal a szándékkal, hogy az nagyon szar. Lásd, meg a Shark vs. Giant Octopus, nem gondolták komolyan? Viszont amikor valaki komolyan gondol valamit, de nagyon tehetségtelen és elbassza, na az ilyen. És lassacskán elérkezel a játék végére, és jön Mother Miranda, aki egy az egyben Dahlia Gillespie a Silent Hill szériából, csak hát jóval alacsonyabb költségletéssel. Az a karakter olyan szinten kong az ürességtől, mint hogyha a Fantastic Four-os The Thing a gyomrának tartalmával áldaná meg a közeli üres víztározót. És amikor azt hiszed, hogy ennél nincs lejjebb, nincs üresebb karakter, akkor eszedbe kell, hogy jusson, hogy a karakter, akit irányít, az Ethan, egy egydimenziós, sótlan szar, és ez az egész komplett formula, ami az új Resident játékokra jellemző. Ez a minden új Resident játékban elrejtenek ilyen tárgyakat, amiket ki kell lőni, ugye ilyen, itt például kecskéket. Olyan kihívásokat adnak, hogy legyen 77.777 pénzed az inventoriban. Ez tényleg kell? És én azt is teljesen megértem, hogy ami a 90-es években működött, az lehet, hogy napjainkban már nem fog. Az emberek nem kíváncsiak annyira már a zombikra, én értem, de nekem azt nem mondja senki, hogy a farkasemberes, vámpiros téma, meg a Frankensteines hülyeségek, azok nem halottak már régóta, szó szerint. Jetpackes robotok jönnek egy ponton a játékban. Jetpackes robotok. Annyira keservesen próbálnak tartalmat rakni a játékba, hogy pontosan azt felejtik el, ami a lényeg volna. Maga a játék. És nagyjából a Rehét óta az egész játék felépítés komolyan vehetetlen, gagyi szellemvasút szinten van. Mint hogyha egy negyedrangú horrorparkba kalauzolna el minket a Capcom, ahol az agyonhasznált berendezések félig a földből kilógva emlékeztetnek bennünket arra, hogy mennyire rossz irányt vett ez az egész történet. Nézzétek, én senkit nem kárhoztatok el azért, mert tetszik neki az, amit vett. Nyilvánvaló, érezze jól magát vele, mindig lesz olyan ember, aki szívesen ül le egy középszerű játékra játszani, mert éppen lehet benne gyűjtögetni dolgokat. Szóval ezzel nincsen semmi baj, pontosan tudják, hogy ezt az igényedet akarják kielégíteni ezzel, mert ilyenkor nem fogsz hibákat keresni benne. Ahogy egy ismerősöm is mondta, ez így kiszolgálja a játékos igényeket. Meg hát az is milyen kis tréfás, hogy a Heisenbergről mindenki azonnal a Breaking Bad-es Heisenbergre asszociál, amikor, mivel érdekes, ilyen fémirányítós, fizika alapú, szuper képessége van ennek a karakternek, nekem valamiért inkább az a Heisenberg jutott eszembe, az a fizikus, aki a határozatlansági relációt találta ki. De lehet, hogy a Capcomnál ez csak egy jópofa utalás volt arra, hogy egyszerre azt el tudják dönteni, hogy egy közepesen jó játékot csinálnak, vagy egy igazi Residentet. A kettőt együtt viszont semmiképpen. Folyamatosan nyúl a játék filmekből, amire aztán nem is volt jog, a pereskedés is indult emiatt. Nyúl pofátlanul játékokból, és olyan játékokból, amihez csak értőkezeknek kéne hozzányúlniuk. Igazából egy szó mint száz, nem is akarom tovább húzni az időt, van egy teóriám, hogy a Capcom csinál zombikat nem az Umbrella, méghozzá a játékosaiból.
ezzel a gondolattal hagynám abba ezt a videót. De mellette még azért szeretném megemlíteni, hogy jókat mondani is jó lenne erről a játékról. És szeretnék is. És kívánok jó dolgokat ennek a Resident Evilnek, mármint a szériának. De nem jó fejségből teszem. Hanem úgy, mint amikor van egy ember, akit például megvetsz a végsőkig. De mégis találkozol vele, és kiderül, hogy valójában mennyire rossz paszban van. Mennyire nincsen képbe. És inkább, mivel szorult beléd egy kis emberség, ezért csak jobb sorsot kívánsz neki. És hát remélem, ahogy a játék kezdődik, úgy én, vagy talán valaki más, egyszer felcsaphatok egy könyvet és mesélhetek valakinek arról, hogy ismertem egy Resident Evil-t, amiben nem égtelenkedtek ekkora lyukak.